really long day. Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekkettőt nézitek, és a Samsung Gear S-t látjátok, a gyártó legutóbb bemutatott okos óráját, ami egy hajlított OLED kijelzővel rendelkezik, és beépített SIM-kártyaszlotot, és ezzel együtt számos extra funkciót kapott. A méretes kijelző alatt van egy fizikai nyomógomb, amivel különböző funkciókat érhetünk el, például lekapcsolhatjuk a kijelzőt. Ahogy említettem, hajlított, ami azt jelenti, hogy az egészen nagy ívben van meghajtva, jól néz ki. Edzett üveggel van védve, fém külső keretünk van, illetve többek közt egy fehér színű szíjunk, amelyet egyébként cserélni lehet, ugye ezt így le lehet venni a készülékre ezt a szíjat, és bármilyen más kompatibilis szíjjal helyettesíteni. Fémcsatunk van, amely több méretben beállítható, és hogyha belenézünk belőle, egyrészt itt találunk egy hangszórót, van egy SIM-kártyaszlotunk, van egy pulzusmérőnk, töltőcsatlakozónk, illetve itt van a mikrofon hozzá. Nézzük meg magát a kijelzőt, amin ez a maximális fényerő. Így néz ki az óra, amit egyébként be lehet állítani másikra, tehát itt van többféle óra dizájnunk, amit ki tudunk választani egyszerűen. Innen lehet egyrészt oldalra különböző felületeket találni, és másik oldalra is elmehetünk, itt például a lépésszámláló külön lapját találjuk, van híreket foglalkoztató naptár, ide kontaktokat adhatunk hozzá, ha felülről lefele húzom, azzal lehet visszafele lépni, és igazából itt az óra felületen is van, és hogyha ilyenkor lehúzom, láthatjuk az akkumulátor töltöttséget, a térerőt, Bluetooth-t, illetve azt, hogy néma mód van, illetve a ne zavarj módot is be lehet kapcsolni. Lentről felfele húzva pedig egy hagyományos menüt kapunk, amelyet végig görgethető a kijelzőn. Itt van például, tárcsázunk, lehet telefonálni közvetlenül az óráról. Ugyanígy van üzenetek rész, ahol ha vissza megyek, akkor itt látható egy üzenet, amit el tudok olvasni, és akár egyszerűen válaszolhatok is az órán található billentyűzet segítségével. Nyilván nem annyira egyszerű gépen egy ekkora kijelzőn, de amint látható, kivitelezhető, így akár SMS-ezni is lehet róla. Még tovább megyünk, szóval van naptárunk, navigáció, ugye a Nokia Hear Maps elérhető rá, amely ezen a készüléken debütált tulajdonképpen az okos órákra szánt szoftverrel a Nokia. Ezen kívül elérhető az S-hez alkalmazás, ami kihasználja a beépített szenzorokat, például a pulzusmérőt, illetve hát amíg érdek van, ugye UV-mérő is, és az éjszakai alvást is képes mérni és felügyelni. Ezen kívül kapunk Nike running alkalmazást, van zenelejátszó, ébresztőóra képnézőket, illetve Find My Device funkció is, amivel a csatlakoztatott készüléket jelen pillanatban például a Galaxy Note 4-et lehet elérni, de ugyanez igaz visszafele is. Maga az óra azért méretes, mint ha felveszem, látható a Nuka 360 mellett, hogy azért jóval nagyobb annál, és már-már egy mini telefont kapunk itt a kezemre, illetve a kezünkre. A kijelzőt én annyira az nem találom erőteljesnek, tehát ez a maximális fényerő, ami itt egy jól megvilágított teremben már nem tökéletes, tehát éppen látszik, de lehetne egy kicsit fényesebb is igazából, tehát nem biztos, hogy annyira kiváló azért ez a beépített Super AMOLED kijelző. Ez volt tehát a Samsung Gear S okos óra, kövessétek tovább is a tekkettő.hu oldalt, sziasztok!